Köszöntöm a nézőket, önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, május 25-én, csütörtökön este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Május 28-án elrajtol az éjszakai bobszezon a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandparkban. Petőfi fát ültettek a Magyar Nyelv Múzeum a kertjébe. A Kultá program a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumba is ellátogatott a déli népprogram. Május 28-án elrajtol az éjszakai bobszezon a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandparkban. 2020 óta lehet éjjel is bobozni, és az azóta eltelt idő azt bizonyítja, hogy az emberek szeretik ezt az élményelemet is. A pálya fényeit teljes egészében a Kalandpark munkatársai alakították ki, és hagyományosan idén is változtattak rajta, így másfajta élmény nyújtanak majd, mint az előző szezonban. A Zemplén Kalandparkban van az ország leghosszabb csövön rögzített bobpályája, mely 2275 méter hosszú. Az élményelem nagy sikernek örvend napközben is, azonban mikor éjjel is használható, az elmúlt években különösen nagy érdeklődést váltott ki az emberekből. Május 28-án és 29-én, pénteken és szombaton ismét lehetőség lesz éjjeli lecsúszásra, mely egy igazi színfolt a környék szórakozási lehetőségeiben. Este 9 órától éjfélig fogjuk megtartani az éjszakai bobozásunkat. Ez egyébként méltán híres, hiszen az elmúlt években nagyon nagy divatja van ennek. Mi igyekszünk mindig a pályán egy kicsit változtatni, plusz világítást behozni, hogy minél nagyobb legyen az élmény. Egyébként ennek nagyon nagy, úgymond, atmoszférája van, egy teljesen más érzés, amikor az ember éjszaka eljön, és úgy próbálja ki, még a sorban állás közben is, amikor már látja a fényeket, akkor is már egyébként egy izgalommal tölti el az embert, és sokkal hamarabb sorra kerül egyébként, mint mondjuk nappal. Ezek az éjszakai élmények egyébként nagyon-nagyon izgalmasak. Tényleg egy teljesen más élmény az embernek éjszaka lejönni. Nagyon jók a fények, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel majd. Akik úgy érzik, hogy már teljesen kiismerték a tavalyi szezonban a pályát, azoknak is örömére szolgálhat, hogy ismét változtattak a fényeken, lesznek egészen sötét részek is, és más izgalmas elemek, melyeket bárki megtapasztalhat, aki kipróbálja az éjszakai bobozást. Plusz fényt ugyan nem szereltünk be a pályára, viszont a fényeknek a hatását, az irányát, a színeit viszont tudjuk változtatni. Vannak lézerek a pályán, van olyan rész a pályán, amit például egy kicsit sötétebbre vettünk, és mondjuk több ilyen lézerfény található, meg egyébként mindig elindul ilyenkor az agyunk, és gondolkozunk plusz fejlesztésekből, úgyhogy még a nyáron valószínűleg várhatóak plusz dolgok is még a pályával kapcsolatban, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. Két hetente tervezzük az eseményeket. Nyilván itt próbálunk jobban fókuszálni az ünnepnapokra, amikor hosszú hétvége lesz, mint például most is. Ezek lesznek ugye a frekventáltabb időpontok, de egyébként ilyen nagyjából két hetes intervallumokban majd igyekszünk megszervezni ezeket az eseményeket. A Zemplén Kalandpark természetesen napközben is várja az összes élményelemével, a nyári szezonban is a kikapcsolódni vágyókat. Petőfi fát ültettek a Magyar Nyelv Múzeum a kertjébe a kulturális intézmény munkatársai és egy debreceni iskolás csoport. Az említett fának nagy értéke van, hiszen egy legenda szerint ő látta utoljára verset írni Petőfi Sándort, ennek hajtásából több olyan település is kapott már oltványt, akikhez valamilyen módon kapcsolódik a költő. Így került Széphalomra is, a méltó helyére, hiszen Kazinci régi gyümölcsös kertjébe adtak otthont a növénynek. Haldoklik az öreg tanú, Petőfi vén körtefája. Azt beszélik, ő látta volt, verset írni utoljára. Hangzik ez a vers részlet Kányádi Sándor tollából, akit megihletett a vénkörtefa, aki utoljára látta verset írni a hagyomány szerint Petőfit. Az öreg tanú már kipusztult, azonban egy hajtással megajándékozott egy gondos embert, akinek köszönhetően a legenda tovább él. Azóta pedig már eltelt sok-sok év, de az emlék még mindig él, nem csak Székely-Keresztúron, hanem bizony Széphalmon is. Petőfi az utolsó napját, legalábbis úgy gondoljuk, Székely-Keresztúron töltötte 1849. július 30-án, és ott több időt, órát is töltött a gyárfás kúria udvarán lévő öreg körtefa alatt. És ezért nagy tiszteletben állt sokáig ez az öreg körtefa, most is nagy tiszteletben áll, csak már nem él. És ennek a körtefának az oltványait, leszármazottait osztották most szét a Kárpát-medencében. A Petőfi körtefákat tehát igényelhették
azok a helyszínek, amelyek valamilyen módon kötődnek Petőfi Sándorhoz. És miután Petőfi Sándorra mi ott Széphalmon fővédnökeként tekintünk, hiszen 1847-ben az utazásai során ott járt, ezért joggal igényeltük mi is a Petőfi körtefát. Nyíri Péter elmondása szerint számos hely kapott ilyen oltványt, hiszen Petőfi Sándor utazásai során több helyen járt. Az igazgató hozzátette még, hogy méltó helyet is kapott a múzeum kertjében. A régi kertészház melletti kis gyümölcsös kertbe, vagy fejlődő gyümölcsös kertbe helyeztük el. Hozzáteszem, hogy a Magyar Nyelvi Múzeum a Kazinci egykori gyümölcsös kertje helyén épült, úgyhogy a gyümölcsökhöz sok közünk van, a gyümölcsös kertünk most tovább fejlődik, és hát azért azt is elmondom, hogy Kazinci akácfája az 1990-es évekig ott állt a Kazinci kertben. Legalábbis azt tartották róla, hogy még Tesedik Sámueltől, az akácfa magyarországi meghonosítójától Kazinci kapta ezt az akácfát, és oda elültette a kertbe, és egyébként a később épülő emlékcsarnok mellett nagyon sokáig ott volt. 90-es évek közepén rejtélyes tűzesetben elpusztult, de a koronájának egyik ágát megőrizte az utókor, és ebből aztán Égerházi László egy életfát faragott. Ez ott látható ma is az emlékcsarnok mellett nyugatra. A körtefát a Magyar Nyelv Múzeumának munkatársai és egy debreceni iskola diákjai ültették el közösen. Nyíri Péter ezzel kapcsolatban kiemelte még, hogy szép hagyománya van annak, hogy a nagy elődök által ismert fák oltványait elültetik, és ezért tettek így a kulturális intézmény munkatársai. Nem csak Petőfi fát tudhatnak magukénak, hanem Zrínyi, Benedek Elek és Tömörkény István fát is. A szakmát tanuló fiatalok nagy megmérettetése tanulmányai befejezésekor a két modulból álló szakmai vizsga. Az idei évtől kezdődően a szakképzésben résztvevő diákok az írásbeli vizsgát nem papírlapon, hanem számítógépen teljesíthetik az új szakképzési rendszer értelmében. A technikumi tanulók azonban továbbra is a régi módon tehetik le a szakmai vizsgák írásbeli részét. Az érettségi vizsgák után megkezdődtek a középfokú oktatási intézményekben a szakmai vizsgák is, melyek írásbeli és gyakorlati modulokból állnak. Azonban idén van, ami kicsit másképp történik, mint eddig megszokhatták az ebben az oktatási rendszerben tanulók és oktatók, ugyanis új típusú interaktív vizsgát tesznek idén több ágazaton is. Az új szakképzési rendszernek ez az egyik sarkalatos része, hogy az írásbeli helyett egy interaktív vizsgát tartanak, ami egy számítógépen történik, és hát most debütálunk mi is, mert az előző éven, ami volt ilyen osztályunk, az még papír alapon csinálta ezt, és most már rendesen interaktívan történik. Reméljük, hogy sikeresen fogják venni az akadályt. Sajnos nem volt gyakorlási lehetőség olyan értelemben, hogy szakmai kérdések vonatkozásában, csak általános, nem szakmához tartozó kérdések vonatkozásában, ahol azt lehetett gyakorolniuk, hogy milyen jellegű feladatok lesznek, milyen típusú feladatok, de a szakmai részről nem volt lehetőség gyakorlásra. Úgyhogy reméljük, hogy azért értelmezik a kérdéseket, és jó válaszokat fognak adni. A Georgikonban az újfajta vizsgák rendszerét a mezőgazdasági gépészek nyitották meg. A mezőgazdasági gépészeknek van ma vizsgájuk. Ők most három fővel vizsgáznak, mert egy országos versenyen elért eredmény alapján felmentést kapott, illetve lesz még nekünk cukrásztanulóink, akik vizsgáznak, ilyen módon kertésztanulóink, illetve pécukrásztanulóink. Úgyhogy a többiek, még a technikusok, ők még a hagyományos papíralapos vizsgával vannak, mert ők még az OKI szerint vizsgáznak. Az intézmény utolsó gyakorlati vizsgájára június közepén kerül sor, addig minden ágazat tanulói leteszik a két modult. A Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban is ellátogatott a Kultá program. Az intézmény diákjai több teremben vettek részt a foglalkozáson, így megismerhették a klasszikus zenét, az irodalom egy olyan oldalát is, amit diákként még nem láthattak. A program a nemzeti alaptantervet használja kiinduló pontként, melyben a tanulók színház művészettel való viszonyát kívánják megerősíteni. A Kultá program célja, hogy a színházi világ szakmai és alkotói egyediségét, folyamatait élményszerűen mutassa be a középiskolás diákoknak. Ennek jegyében látogattak el a programban résztvevők a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumba. Az intézmény összes diákja részt vett az egynapos eseményen, így közelebbről ismerhették meg a színház szinte minden szegletét. Sebes Péter, az iskola igazgatója, örömét fejezte ki a programmal kapcsolatban.
oktatóként, pedagógusként mindig nagyon nehéz feladat, hogy hogyan tegyük érdekessé, még érdekesebbé a diákoknak az órákat. És akkor itt egy kiemelt cél, hogy az irodalmat, a színjátszást hogyan tudjuk közelebb hozni a diákokhoz, és én nagyon-nagyon örültem neki, mikor elindult ez a program, megkerestek a szervezők, és elmondták, hogy egyáltalán mit fog itt ma történni. Összeírtuk a forgatókönyvet, elkészítettük a terembeosztást, elmondták, hogy nagyszerű emberek fognak érkezni, és hát ugye a kiemelt fő cél azt, hogy az irodalmat egy kicsit közelebb vigyük a diákokhoz, a színjátszás világát közelebb vigyük a diákokhoz, és akkor ez egy kicsit túlmutat már az interaktivitáson, mert az, hogy itt megjelennek, és itt 10-15 színész csoportba bontva foglalkozik a diákokkal, szerintem egy olyan élmény, ami maradandó a diákok számára. A nap folyamán a diákok számos foglalkozáson vehettek részt, így láthattak színházi előadást, belemélyülhettek az irodalom rejtelmeibe rendhagyó módon, valamint a klasszikus zenét is közelebbről megismerhették. Nagyon örülök, hogy a Kultap programban részt vehetek, és tulajdonképpen az én feladatom, hogy megmutassam a klasszikus zenében rejlő szépségeket, értékeket. A programom címe az, hogy magyar zeneszerzők és árszpoétikájuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy a klasszikus zenetörténetben a magyar zeneszerzők milyen helyet foglalnak el, és anekdotákon keresztül elmesélem az életüket, a művészi hitvallásukat, és én nagyon azt látom, hogy nyílnak, amikor már elkezdünk énekelni együtt, akkor egyre inkább a bizalmukba fogadnak, és valóban elhiszik azt, hogy a klasszikus zenében rendkívüli kincsek rejlenek. A diákok elmondása szerint jó hangulatban telnek el a foglalkozások, többféle izgalmas feladatot is kaptak. Igazából jó fejekkel vagyunk, aztán tökre laza. Idézeteket hozott nekünk, és arról kellett elmondani a véleményünket, hogy mit gondolunk róla. A program segítségével a diákok olyan élményt szereztek, amin keresztül az osztályközösségek jobban együttműködhetnek, valamint segíti a kommunikációs készség erősítését, és javulhat a kreatív alkotói motivációjuk. Dr. Hörcsik Rihárd, Abaúj egy Zemplén országgyűlési képviselőinek polgári estellenvezésű programján vehettek részt az érdeklődők. Ennek keretében a térség egyik ismert és közelmúltban felújított, épített kulturális örökségét tekinthették meg, ez pedig a Fűziradványi Károlyi kastély volt. A rendezvény célja, hogy napi kapcsolat legyen a választókerületben élők és az őket a Magyar Országgyűlésben képviselő között. A közelmúltban Csipke Rózsika álmából élet újjá a Fűziradványi Károlyi kastély. Megújult falait és egyedülálló parkját azóta is ezrek keresik fel. De nem csak az épület rekonstrukciójának, hanem az egykori nemesi családnak is története van. Ezt is megismerhették azok a vendégek, akik dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő programján vettek részt. Ringer István, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója, a Károlyi család múltját idézte meg, míg Dankó Aliz, értékesítési menedzser a kastély kiállításának érdekességeibe vezette be az érdeklődőket. A polgári est elnevezési program egy olyan kezdeményezés, amelynek keretében számos helyi érték és közösségi célok mentén közös párbeszédre ad lehetőséget a térségben élő állampolgárok és dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő között. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Május 28-án elrajtol az éjszakai bob szezon a Sátoraljai Újhelyi Zemplén Kalandparkban. Petőfi fát ültettek a Magyar Nyelv Múzeum a kertjébe. A Kultár program a Sátoraljai Újhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumba is ellátogatott a Dériné program. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!